Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Weber Kata vagyok, és üdvözöllek titeket így a Zero to Hero programnak az utolsó leckéjénél, azaz konkrétan ennél a élő webináriumnál, amikor is ugye arról szólna a dolog, hogy tesztek föl nekem mindenféle kérdéseket, amik bennetek maradtak így a 20 lecke, vagy hát ahol éppen tartotok, mert ugye jó páran vagytok, akik kicsit később vágtatok bele, tehát még nem a végén tartotok a leckéknek. De hát erről szólna, hogy mindenféle kérdéseket mondjatok, szerintem egymás kérdéseiből is sokat lehet tanulni, úgyhogy kezdjétek el írogatni nekem a kérdéseket, meg valaki írja be nekem azt is, hogy jól hallotok-e, láttok-e engem, és minden jó-e, tehát kép és hang oké-e. Igen, szuper, jó, köszönöm szépen. Amikről így az elején egy pár szót szeretnék mondani, az az, hogy kérdéseket még így beírva most nem látok, úgyhogy légy szíves, aktivizáljátok magatokat, és kezdjetek el a kérdéseket írogatni. Viszont elég sok emberrel beszélgettem az elmúlt napokban telefonon, illetve többen is odajöttetek például a Birger szemináriumon, és tettetek föl különböző kérdéseket, úgyhogy most ezeket egy kicsikét én összeszedtem, hogy milyen kérdések azok, amik titeket igazán foglalkoztatnak. Ugye az egyik, ami egy állandóan visszatérő kérdés, az egy ilyen tőzsdepszichológia hatáskörébe tartozó kérdés volt, amikor ugye ez mindenkiben motoszkál, amikor elkezdtek kereskedni, hogy mik is azok a dolgok, amik igazán sikeressé teszik az embert. Ugye szerintem ennek a sikernek, ennek nincsen egy ilyen konkrét receptje, tehát ezért ezt elég nehéz megmondani, hogy pontosan mi is az, ami által ti tuti biztosan sikeresek lesztek, de talán a legfontosabb az, hogy határozzátok el, és legyetek kellően kitartóak abba, amit csináltok. Tehát ez a kicsit belevágok, kicsit megpróbálom, stb. Ez nem szokott működni, úgyhogy ez lenne az első tanácsom mindenkinek, hogy vegyétek komolyan, amit csináltok, és döntsétek el, hogy már pedig ez nekem menni fog. Ez egy nagyon visszatérő kérdés volt, illetve nagyon sokan szoktátok tőlem megkérdezni, kérdezték meg azt, hogy én milyen csapdákba estem bele, illetve milyen bukások, vagy milyen negatív dolgok történtek velem így ebbe az elmúlt 10 évben, mióta tőzsdézek. Én ezekről általában inkább a szemináriumokon szoktam mesélni, de azért most akkor egy pár szót mindenképpen ejtenék róla. Szerintem én a tőzsdével kapcsolatban az állatorvosi ló szerepét töltöttem be, tehát amit tőzsdén csapdát, illetve nem is tudom, vermet, stb., amiben bele lehet esni, azt azért én kipróbáltam az idők folyamán, tehát általában nem véletlen, hogy mik azok a dolgok, amikre szoktalak titeket figyelmeztetni. Nekem az a leginkább fontos, amit mindig megpróbálok átadni nektek, hogy ugye a tőzsde az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a 2 meg 2 az ugye a normális világban 4, viszont a tőzsde az valahogy úgy működik, hogy az 5-ből 1 a 4. Tehát ez, amit meg kell az embernek tanulni, ezt nagyon nehéz megtanulni, nagyon nehéz kezelni egymás után a nyerességeiteket, illetve a veszteségeiteket, mert ezek általában nem úgy jönnek, hogy egy-egy nyeresség, egy-egy veszteség, hanem át sokkal inkább szériákba jönnek, hogy vannak nagyon nyerő szériáitok, illetve vannak nagyon vesztő szériáitok, és az ember ezt lelkileg, idegileg eléggé nehezen kezeli. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogyha bármikor is bukás értiteket, akkor tanuljátok meg, tehát nézzetek szembe vele, hogy ott vajon mi is történt, kinek is volt a hibája. Mielőtt bárki föltenné a kérdést, elárulom, hogy amikor valaki bukik, az az ő hibája szokott lenni, hiszen soha nem tartanak senkinek pisztolyt a fejéhez, hogy már pedig kereskedjen. Nekem talán ez volt az egyik legnehezebb elfogadnom, hogy amikor engem valami veszteség ért, akkor nem lehetett senkit hibáztatni. Tehát akkor mindig szembe kellett vele néznem, hogy én milyen hibákat követtem el, milyen
milyen dolgokra nem figyeltem oda, mikor voltam túl kavzsi például, mikor voltam túl felelőtlen, stb. Stb. Ezek nehéz dolgok, tehát ezzel az ember nem szeret Isten igazából szembesülni, de nagyon jó önismereti út a tőzsde, tehát nagyon jól meg tudja mutatni nektek ezeket a gyenge pontjaitokat, de hogyha ezeket legyőzitek, akkor onnantól fogva sokkal könnyebb dolgotok lesz, illetve amikor ilyen bukás történik, akkor utána föl fogtok ülni vissza a biciklire, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ha elesünk, akkor visszaülünk a biciklire. Tehát ez nem azt jelenti, hogy onnantól fogva már pedig többé nem megyünk a közelébe, mert a tőzsde az egy rossz meg csúnya dolog, semmi rossz meg csúnya dolog nincsen benne, egyszerűen csak nem úgy álltunk hozzá, hogy hozzá kell állni. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ezeket rengetegen kérdeztétek meg tőlem, tehát ezért is ezzel kezdtem. A másik visszatérő, állandóan visszatérő kérdés csoport az én kereskedésemet firtatja, konkrétan, hogy milyen összeggel kereskedem, tudok-e éles számlát mutatni, hány százalékot szoktam csinálni, stb. Stb. Ezekre mi a válaszom? A százalékot minden további nélkül meg szoktam mondani, én általában havi szinten 7 és 10 százalék közötti nyerességet szoktam csinálni. Én ezt tartom reálisnak, ezt azt gondolom, hogy körülbelül ez az az összeg, amit konzisztensen és sokáig lehet hozni, tehát lehet természetesen a tőzsdén jóval-jóval nagyobb pénzeket is megkeresni, csak arra figyeljetek mindig oda, hogy nem mindegy, hogy milyen vesztességkerettel dolgoztok, tehát hogyha valaki mondjuk tud havi szinten például nyerni 50 vagy 100%-ot, az olyan kockázatokat vállal, hogy bizony-bizony veszíteni is tud 50 vagy 100%-ot. Tehát ez mindig egy kétélű fegyver, hogyha én olyan kockázati szinttel dolgozom, hogy havi átlag körülbelül 10%-ot tudok keresni, akkor nagy valószínűséggel veszíteni se tudok sokkal többet. Tehát én azt javaslom nektek, hogy körülbelül ezt tűzzétek reálisan ki célul magatok elé, és én nagyon-nagyon örülök mindig, amikor valamelyikőtök ír nekem egy levelet, vagy fölhív telefonon, hogy fú, Kata, most ebbe a hónapban csináltam 30, meg 50, meg nem tudom én milyen százalékokat, én mindig nagyon büszke vagyok rátok, meg örülök nektek, de azért valahol ott van bennem mindig az, hogy oké, de ezt produkálni kell sok-sok-sok-sok hónapon keresztül. Mert ugye azért kezdünk el tőzsdézni, nem azért kezdünk el tőzsdézni, hogy egyszer nyerjünk egy nagyot, mint hogyha a lottón nyernénk, persze az is egy nagyon jó dolog, de alapvetően a tőzsde nem erről szól, hanem arról szól, hogy ez egy munka, ez egy kiegyensúlyozott valami, amit ugye folyamatosan sok-sok éven keresztül kéne, vagy lenne jó tudnunk csinálni, és ugye nagyon-nagyon fontos szempontunk az, hogy a pénzünk a munkaeszközünk. Tehát, hogyha hülyeséget csinálunk, és elveszítjük a pénzünket, akkor a munkaeszközünket veszítettük el. Onnantól fogva abban akadályozzuk saját magunkat, hogy kereskedni tudjunk. Tehát erre nagyon figyeljetek oda, hogy a tőkétek biztonsága az talán a legeslegfontosabb dolog a tőzsdén, és mindig tudjátok, hogy mikor vagytok kapzsik, és mikor féltek, jó? A tőzsdén ezt a legtöbbször az emberek pontosan fordítva csinálják, akkor kapzsik, amikor óvatosnak kéne lenni, és akkor óvatosak, amikor viszont már kapzsinak kéne lenni, illetve tudni kéne kockáztatni. Tehát amit erre tudok mondani, hogy mennyit szoktam keresni. És ugye a másik kérdéskör az éles számla bemutatása, illetve hogy milyen pénzzel kereskedek. Én azt gondolom, hogy ezt szintén többször kifejtettem, én nagyobb pénzekkel kereskedek, tehát én abba hiszek, hogy pont azért, mert én ebbe a maximum havi 10%-ba gondolok, ugye abba gondoljatok bele, hogy nekem ebből meg kellett élnem. Tehát ugye nekem egy olyan számlán kell dolgoznom, amiből a 10%-os összeg relevánsan elő tudja teremteni azt az összeget, amiből én kényelmesen meg tudok élni. Tehát innentől fogva ugye rögtön mindenki kalkulálhatja azt, hogy én körülbelül milyen összegekkel
dolgozom minimálisan. A másik, hogy tudok-e éles számlát mutatni? Tudok. Kétféle kereskedő van, aki hajlandó megmutatni a számláját, illetve aki nem. Én hajlandó vagyok mindenkinek megmutatni a számláját, a számlámat, akivel olyan viszonyban vagyok, és egy olyan bizalmi viszonyom van. Úgyhogy erre ennyit tudok mondani. Például a Kokáér a Zalán minden további nélkül meg szoktam mutatni az éles számla kivonatát. Ugye pont a mai napon tette bele a blogba a számla kivonatát. Ebben mi egy kicsikét máshogy gondolkodunk. Van közöttetek is olyan, akinek én face-to-face mindenki, minden további nélkül megmutattam már a számla kivonatomat, de én ezt nem szeretem közszemlére tenni, azt gondolom, hogy a tőzsde az ennél egy kicsikét diszkrétebb biznisz, hogyha lehet így fogalmazni. Jó, hát akkor mondom, ez volt a másik kérdéskör. Közben azért látom, hogy itt jött kérdés, hogy... És nyugodtan mondom, írogassatok kérdést, mert alapvetően én tényleg nem készültem most nektek semmivel, mert azt vártam, hogy záporozni fognak a kérdések, de nagyon bátortalan és kevés a kérdés még, de akkor nézzük. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor elkezdesz egy instrumentumon kereskedni, akkor milyen időtávot nézel először? Én mindig nagy időtávról szoktam elindulni, tehát én úgy szoktam mindig kereskedni, de ezt a például a szemináriumokon igen részletesen végigvesszük, hogy amikor egy új chartot lenyitok, tehát most megmutatom, hogy mondjuk én hogy szoktam elindulni egy grafikonon, mondjuk teljesen mindegy, most megnyitunk egy USD kanadai dollár grafikont. Én nem szeretem a fekete hátteret, ez egy... egyéni történet, hogy nem szeretem, nekem nem túl jó a szemem, és egyszerűen nekem fárasztja a fekete háttér a szememet, tehát egy idő után kellemetlenné válik, úgyhogy ezért én mindig így átszínezem a chartjaimat. És ugye én azt szoktam, hogy én mindig először elrakom a havi grafikonra a chartot, és onnantól nézem visszafelé. És nekem mindig az az első, hogy behúzom a különböző vonalakat, tehát megnézem azt, hogy havi, heti, napos, 4 órás időtávon, mik azok a szintek, vonalak, például fibós szintek, amikkel dolgozhatok. Nem szoktam ennél lejjebbi, tehát 4 órás időtáv alá én ritkán szoktam menni. Vannak néha olyan hírek vagy időszakok, amikor bemegyek esetleg órás időtávokra, de annál rövidebb időtávokat én nem szeretek. Erről szintén mondom, a szemináriumok azok, amiken sokkal részletesebben és kifejtve tudunk beszélgetni, de én eléggé sok éven keresztül skalper voltam, tehát skalpoló kereskedő, ugye ez mit jelent? Úgy kereskedtem, hogy általában 5 perces grafikonon. Perces grafikonon én nem kereskedtem, tudom, hogy nagyon sokan szeretitek, de én nem szoktam, pusztán azért, mert hogyha jobban utána számoltok, akkor ugye a spread, tehát gyakorlatilag a vételi és eladási ár közötti különbség, az gyakorlatilag az egyperces charton szinte megeszi az embernek a profitját. Na most ezt én nem szerettem volna, úgyhogy éppen ebből kifolyólag én sokkal inkább 5 perces, illetve 15 perces charton csináltam a skalpolást is, de borzasztóan elfárasztja az embert, ez az egyik, pár év alatt ki tudtok égni tőle, és napi sok-sok órán keresztül kell ülni a számítógép előtt, amire vagy alkalmas valaki, vagy nem. Én egy idő után nem voltam rá alkalmas, és kezdtem úgy érezni, hogy erre az én teljes életem rámegy. Tehát amikor én eljutottam oda, hogy átlag napi 15-16 órákat ültem a gép előtt, nagyon jól lehetett vele keresni, de azt gondolom, hogy egy embertelen dolog. És én akkor eldöntöttem, hogy valami más utat kell találni, ezért én hosszú távú kereskedő vagyok. Nekem a legtöbb pozícióm az nem, hogy napon túl, hanem általában heten túl, tehát akár 2-3 hétig is bent szokott lenni. Ez például a reggeli piacelemző webináriumokon is láthatjátok, hogy én általában napos grafikonon szoktam nektek elemezni. Elég ritka, hogy 4 órásra átmegyek, és viszont sokszor van, hogy heti grafikont is megmutatok nektek, tehát inkább ezen szoktam nézelődni.
De akkor nézzük meg egy kicsit, hogy egy teljesen üres csárttal mit kezdek. Ugye megnézem mondjuk a havi grafikon, bármennyire gyakorlott is az ember, ugye mindig rajzolgatni kell, mindig meg szoktam nézni, hogy vannak-e olyan trendvonalak, amiket be tudok húzni, ugye itt különböző belső trendvonalak azok, amik nekem itt az USD kanadai dolláron per pillanat körülbelül kirajzolódnak, tehát ezek azok a vonalak, amiket én így elsőre a havi grafikonon kirajzolnék, illetve a másik, amit nagyon sokszor szoktam, hogy lekicsinyítem a csártot, ugye, hogy minél több mindent lássunk rajta, és ilyen komolyabb, fontosabb szinteket, azokat beszoktam rajta jelölni, tehát ilyen előző nagy csúcsoknak például a szintjeit meg szoktam nézni, hogy hol van, mert azért azok lehetnek fontos pontok majd a jövőben is, tehát körülbelül ezek azok, amiket így elsőre úgy gondolom, hogy én egy ilyen, mondjuk ezen a havi csárton megnéznék. Ugye itt nagyon más, amit be tudnék jelölni, az Isten igazából nincsen, tehát akkor gyakorlatilag ugye azért nem árt ennek a szintnek is a tetejét valamiféleképpen jelölni, tehát körülbelül ezek azok a szintek, amiket bejelölök magamnak, és tovább megyek mondjuk heti grafikonra. Ugye heti grafikonon ott, hát ez sajnos most emlékezetből tudom nektek mondani, mert ugye eléggé sokáig foglalkoztunk vele, de ugye itt volt egy háromszög, amiből kitört nagyjából az árfolyam, tehát itt ez az alakzat volt az, amiből kitörtünk, körülbelül valahol egy ilyen magasságot kell így a háromszögnek, ugye az alja ez a belső trendvonal, amit már itt berajzoltam, tehát ugye körülbelül ez, és ugye mivel kitörésről beszélgetünk, tehát egy háromszög kitörésről, teljesen mindegy bármilyen alakzatnak a kitöréséről, ilyenkor én Fibonacci szintekkel szoktam célárakat kijelölni, tehát például a kokáért ugye itt ugye általában egy háromszögnek a célára az a 161.8-as Fibó szint szokott lenni, tehát ezt bejelölöm, innentől fogva amúgy nem is kell, hogy a Fibót benne tartsam, tehát nekem csak azért kellett, hogy egy célárat bejelöljek, tehát körülbelül ez az első célár szint, amivel gondolkodom, utána körülbelül ezek a szintek heti grafikon, és ugye akkor innentől fogva rá lehet menni a napi grafikonra, és ugye ott is meg lehet nézni, hogy van-e bármi olyan érdekesség, ami nekem fontos lehet, meg lehet nézni, hogy itt például valamilyen csatornába mozog-e az árfolyam, vagy sem. Ugye ez így nem a legszebb, meg kell nézni, hogy mennyire. Tehát az én szemem se áll rögtön rá, nekem is próbálgatnom kell a vonalakat, és amikor próbálgatom, akkor derül ki, hogy ezek mennyire működőképes vagy nem működőképes vonalak. Senkinek nem mennek elsőre ezek a berajzolások. Mondom, nekem se, tehát ezen semmiféle aggodalma nincsen az embernek, hanem pusztán az, hogy rajzolgat, és egy idő után azért a kezetekbe benne lesznek ezek a vonalak, ez akkor már inkább egy releváns szint lehet, tehát akkor már inkább ez az, amivel csak állandóan arrébb húzza nekem most valamiért fura az egerem. Tehát körülbelül ez a szint, és ugye amikor lekicsinyítjük, akkor azért látjuk, hogy ez a csatorna ugye szépen majd oda bele fog érni, tehát körülbelül mondjuk egy ilyen elemzés az, amit le lehet folytatni mondjuk egy ilyen grafikonon. Jó, akkor ez az első kérdéskör, ez így azt gondolom, hogy tisztázott. Bocsánat, ha néha elhalkulok, csak olvasgatom itt a kérdéseket. Kereskedés nyitásakor gyertyazárást mennyire fontos megvárni? Például, ha megvárok egy 4 órás zárást, lehet, hogy lemaradtam egy mozgásról. Kereskedés nyitáskor gyertyazárást mennyire fontos? Ja igen, bocsánat, csak kétszer, valamiért olyan, mintha kétszer írtad volna be ugyanazt a kérdést. A tankönyvek és hivatalosan a technikai elemzés azt mondja,
hogy mindenképpen várjátok meg a gyertyazárást, de én mindig őszinte szoktam veletek lenni, most is az vagyok, én türelmetlen vagyok, én nagyon sokszor nem várom meg a gyertyazárást, hanem amikor azt látom, hogy egy éles, határozott erővel áttör egy bizonyos szintet az árfolyam, akkor én beszoktam lépni. Ennek következtében ugye gyakoribb az, hogy fals jeleket kötök be, tehát előfordul, viszont az én stratégiámnak a része az a nagyon-nagyon kikalkulált money management, tehát az, hogy pontosan milyen összegekkel köthetek, és ebből kifolyólag nekem bele vannak kalkulálva azok is, hogy én akár ezeket a fals jelzéseket is minden további nélkül átvészeljem. Tehát én azt tudom nektek mondani, hogy én inkább nem szoktam megvárni a gyertyazárásokat. Igen, hivatalosan akkor kéne bekötni, de gyakorlatilag én nem nagyon hiszek ezekbe a gyertyazárás kivárásokba. Jó, tehát ez következő, csak itt nézem folyamatosan a kérdéseket. Ferencnek egy kérdés, a szeminárium hogyan lehet rajta részt venni? Hát ez egy másik kérdés, nem a kereskedéshez kapcsolódik, de akkor a válaszom az az, hogy feljössz ide a weboldalunkra, oktatásfül, itt vannak a szemináriumok, ide be tudtok jönni, és akkor itt mindig ki vannak írva az éppen aktuális szemináriumaink, amik meg vannak hirdetve. Reményeim szerint talán előbb-utóbb az internetbe is fogja hozni. Jó, tehát most látjátok, hogy per pillanat két januári tanfolyamon van meghirdetve. Az egyik ez a Wall Street macskái. Hát ezt, mivel úra kérdező, ezért ezt itt most szomorúan kell megjegyeznem, hogy ez egy csak hölgyeknek meghirdetett tanfolyam. Tehát ez egy olyan ötletem volt, hogy ugye elég kevés nő van ebbe a szakmába, tehát én se találkoztam magamon kívül túl sok hölgyel, aki folyamatosan kereskedne, viszont mi nők nagyon máshogy gondolkodunk, mint a férfiak. És nagyon máshogy kötünk, mint a férfiak. Nekem, én ugye éveken át mindig hapsikkal dolgoztam együtt, és valahogy úgy dolgoztunk, hogy az igazán nagy pénzeket ők keresték, tehát azt a fiúknak volt a reszortja, hogy a nagy pénzeket keressék, és mindig én voltam a kiegyensúlyozó tényező. A nők sokkal óvatosabbak, de sokkal konzisztensebbek, sokkal egyenesebb a kereskedési görbéjük. A férfiaknál pedig jóval nagyobb nyerességek vannak, de sokkal nagyobb kilengések is, tehát sokkal hullámzóbb a kereskedési görbe, és egy picikét más a női meg a férfi gondolkodás. És nagyon sok nő úgy van vele, hogy el neki biztos nem való a tőzsde, de meg ez egy nagyon férfi világ, és hogy lehet, hogy tud az ember helyet találni magának ebbe a világba, és én ezért találtam ki ezt a tanfolyamot, hogy legyen egy ilyen csak női tanfolyam. Próbálkoztak már Magyarországon azzal, hogy ilyen női tanfolyam legyen, csak férfi volt az előadó, úgyhogy nem volt annyira hiteles szerintem. Itt talán egy picit hitelesebb, hogy mindezt egy hasonszörű nő fogja előadni. Úgyhogy ide csak hölgyek jelentkezését várom. Viszont van ez a másik szeminárium, ebből már két sorozat lefutott. Én azt hiszem, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy a résztvevők jól érezték magukat, és eléggé sokat is tanultak ezeken a tanfolyamokon. Nekem mindegyik szemináriumom az inkább ilyen kis csoportos, tehát ilyen 18-20 fővel mennek ezek a szemináriumok. Azért, mert ahogy a Zalán szokta mondani, bennem van egy ilyen tyúkanyó hajlam, hát ezt nem tudom, hogy mennyire tyúkanyó hajlam, de én úgy szeretek törődni az emberekkel, meg főleg a tanítványokkal, mert azt gondolom, hogy tényleg csak úgy lehet megtanulni jól kereskedni, hogyha van egy olyan bizalmi viszony, hogy felteszitek a kérdéseiteket, elmondjátok a gondolataitokat, a félelmeiteket, stb., tehát akkor lesz ez igazán jó, és hát gyakorlatilag az csak egy ilyen kis csoportban valósítható meg, úgyhogy ez a kis csoportos az, amire tudtok jelentkezni.
Ingyenes a tanfolyam, viszont az a feltétele, hogy rendelkezzetek nálunk egy feltöltött éles számlával, de minden leírást megtaláltok. Ez mind a kettő olyan tanfolyam, ami január elején kezdődnek majd, és minden héten, egy hónapon keresztül, heti egy este lesz, amikor ide jöttök hozzám, és itt fogunk tanulni. Illetve ami még nincsen meghirdetve, de tervezek majd egy hétvégit is, mert ugye elég sokan vagytok, akik vidékről jöttök, és hát nekik nehéz megoldani azt, hogy munkaidő után feljöjjenek este Pestre mondjuk négyszer egy hónapba, tehát miattuk szeretnék majd egy olyat is, amikor ugyanez az anyag, tehát itt gyakorlatilag ugyanaz az anyag megy mindig le, az én tankönyvemnek az anyaga, akkor nekik egy egész nap, egy hétvégi nap folyamán lesz majd ez a tanfolyam, tehát ezekre tudtok most jelentkezni. Jó, akkor remélem erre is megfelelően válaszoltam. Meddig maradjak a trade-ben? Jött a következő kérdés, forduló pontjelzés. Meddig maradj bent a trade-be? A legegyszerűbb és talán legjobb tanács, amit adhatok neked, az az, hogy addig maradjál bent a trade-be, amíg úgy gondolod, hogy az a pénz, ami bejött, vagy az a nyeresség, ami bejött, az már neked elég. Ez talán a legegyszerűbb tanácsom. Az ember hajlamos, mondom, kapzsi lenni, és hajlamos mindig többet akarni. Van az a pont, amikor meg kell tanulni, hogy néha bizony le kell zárni a kereskedéseket, bármennyire is úgy van vele az ember, hogy még szeretné növelni. Eltalálni egy trendnek a végét ugyanolyan nehéz, mint eltalálni egy trendnek a legelejét. Nem vagyunk benfentesek, tehát nem igazán jutunk benfentes információkhoz, hogy egy trend pontosan hol kezdődik és hol záródik, és ezért körülbelül kell megtalálnunk azt, hogy hol szálljunk be és hol szálljunk ki. Én mindig azt szoktam mondani, nagyon sok olyan ember van, és nekem is rengeteg olyan tőzsdés ismerősöm volt, akinek az volt a happy-e vagy a mániája, hogy mindig megtaláljuk a legeslegjobb beszállót és a legeslegjobb kiszállót. Én azt tudom mondani, hogy ezeket el kell engedni, tehát engedjétek nyugodtan el az trendnek az első 15-20%-át, meg a végső 15-20%-át, és koncentráljatok arra, hogy arra a közbeeső 60-70%-át megfogjátok, és hogyha ezt meg tudjátok fogni, akkor nagyon boldog emberek lesztek. Gyakorlatilag kétféleképpen tudsz amúgy fordulópontot jelezni, szerintem a legegyszerűbben. Az egyik az az, hogy amikor áttöri a trendvonaladat, tehát az egy biztos, amikor nekem trendvonalat tör át az árfolyam. Akkor az nekem, tehát mondjuk vegyük azt, hogy most egy fölfelé menő trendben vagyunk, és én fölfelé vagyok bekötve. Legeslegkésőbb, amikor ezt a trendvonalat áttöri az árfolyam, akkor le fogom zárni a pozíciót, hiszen felfelé menő trendvonalamat letörte az árfolyam. Ugyanez érvényes ugye fölfelé menetelnél is, illetve lefelé menetelnél, hogyha a lefelé menő trendvonalamat törné át. Tehát trendvonal áttörésnél mindenképp zárom a pozíciómat. A másik az pedig vannak olyan bizonyos gyertyaformációk, aminél én leszoktam zárni. Ezek általában azok, amikor egy trend végén megjelennek a dodzsik. Tehát például itt is eléggé jól látszik, ugye sokáig nézzétek meg, csak zöld-zöld-zöld-zöld gyertyák mentek fölfelé, majd ugye megjelentek olyan gyertyák, olyan egészen picike testű gyertyák a többihez képest, amikor ilyen kicsike testű gyertyák jelennek meg, ez szokott általában annak a jele lenni, hogy az erő elfogyott. És amikor egy ilyen nagy mozgás után elfogy az erő, ugye akkor megéri kiszállni. Lehet, hogy onnan még van tovább folytatás fölfelé, az a kérdés, hogy ez neked elége vagy sem, tehát ezt neked kell eldönteni, de én inkább azt szoktam javasolni, hogy
Lehet, hogy ez tőzsdés fülnek nem hangzik olyan jól, de ez a sűrű fillér, apró forint, ez általában egy jó taktika szokott lenni, tehát én inkább azt mondom, hogy kicsit kevesebbet, de stabilan és folyamatosan keressétek meg, mint hogy állandóan egy nagy húzásba akarjatok bent lenni. Jó, CCC, CCI ideális beállítása. Gyakorlatilag általában az szokott a legideálisabb beállítás lenni, ami benne van a MetaTrader-be. Én CCI-t eléggé ritkán használok, ugye mi is a CCI, gyakorlatilag az egy indikátor, ugye a Commodity Channel Index nevezetű indikátorról beszélgetünk, tehát itt van a Commodity Channel Index. Van egy hozzá nagyon hasonló indikátor, ami igen hasonló jeleket szokott megmutatni, illetve igen hasonló jeleket mutat meg, ez az RSI, a Relative Strength Index. Én sokkal inkább azt szoktam használni, azt is megmutatom nektek. Itt van, tehát ez az RSI. Én az RSI-t azt 8-as periódussal szoktam használni. Ugye gyakorlatilag mind a két indikátor túlvett és túladott szinteket mutat meg, tehát extrém szintekkel rendelkező indikátor. A CCI lett inkább a Forex-re kitalálva, az RSI az egy régebbi típusú indikátor, ami még a részvénypiacra lett kitalálva. Ettől függetlenül nekem az RSI-nek a jelzései egy kicsikét megbízhatóbbak, tehát én inkább ezt szoktam használni. De mondom, azt tudom nektek mondani, hogy általában a MetaTrader-ben pontosan azok a beállítások vannak benne, amiket a legeslegtöbben használnak, és ugye mivel a legeslegtöbben használják, általában ez szokott a leginkább önbeteljesítő lenni, tehát a legjobban használható lenni, úgyhogy én ezt tudom nektek javasolni, de próbáljátok ki mind a két indikátort, és amelyik szimpatikusabb, azzal dolgozzatok. Jó? Következő kérdés, mozgó átlagokkal való kereskedésről mit gondolsz? Másik előadáson azt ajánlották, hogy az 55-100-200-as mozgó átlagok metszeteivel simán lehet kereskedni, anélkül, hogy mást néznénk. Hát biztos lehet vele kereskedni, minden stratégiával lehet kereskedni. Én nem tenném. A mozgó átlagok azok késő típusú indikátorok. Mit jelent az? Ez, hogy utólag ad jelet. Ráadásul főleg ugye ezek magas periódus számú mozgó átlagok, ezek nagyon kevés jelet adnak. Tehát kérdés az, hogy neked ez a nagyon kevés jel, ez elég jele ahhoz, hogy kereskedni tudjál. Viszont pont az, ugye egy indikátor az érdekes a beállítás. Minél magasabb egy indikátornak általában a periódus száma, annál kevesebb jelet ad, viszont pont azért, mert annál kevesebb jelet ad, annál kevesebb a fals jelzése. Tehát pont lehet, hogy ezek a 100-as, 200-as, 55-ös mozgó átlagok, ezek nagyon kevés fals jelzéssel szolgálnak. De nekem például biztos, hogy mivel én, ahogy az előbb is mondtam, nekem az egyik hibám az, hogy türelmetlen vagyok, ezért nekem szinte biztos vagyok benne, hogy túl kevés jelet adnának. Én nem nagyon szeretem ezeket a késő típusú indikátorokat, a moving average, tehát a mozgó átlagok, illetve például a MACD, ugye a moving average, convergence, divergence, ez is késő típusú indikátor. Én jobban szeretem azokat az indikátorokat, amik a csárttal egy időben tudnak jelet adni, úgyhogy én inkább ezekre helyezném a hangsúlyt, például ilyen az RSI, ilyen a Stochastic, én sokkal inkább ezeket használom, de látni kéne magát a stratégiát, hogy miről szól, és akkor tudok róla érdemben nyilatkozni, de nekem az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen millió egy nagyon-nagyon jó stratégia van. Tehát szinte bárhol tudtok jó stratégiát találni,
A probléma az az, hogy tudjátok-e megfelelően ti alkalmazni ezt a stratégiát. Tehát én is a szemináriumokon, én kifejezetten nem stratégiával, hanem sokkal inkább egy szabályrendszerrel dolgozom. Én ezt a szabályrendszert el szoktam mondani, és át szoktam adni. De ti nem én vagytok, ami azt jelenti, hogy nem ugyanakkor, nem ugyanolyan a habitusotok, nem ugyanolyan a számlanagyságotok, nem ugyanolyan az életritmusotok, hogy ugyanakkor legyetek fönt, stb. Stb. És mindezek az apró kis nüanszok, mert elsőre ezek nüanszoknak tűnnek, ezek befolyásolják azt, hogy ti mennyire tudjátok eredményesen használni azt a stratégiát, amit például én átadok nektek, de ugyanígy igaz ez másra is. Tehát én, nekem volt egy idő, sőt ez még nagyjából most is tart, hogy már csak is sportból én el szoktam járni mindenféle tanfolyamokra, és különböző stratégiákat végighallgatok, és a legtöbbről általában az szokott lenne a véleményem, hogy ez tényleg jó stratégia, csak nem biztos, hogy összeegyeztethető az én habitusommal, vagy lelkivilágommal, és éppen ezért nem biztos, hogy én olyan jól tudom használni. Tehát én erre ezt tudom mondani, hogy a legjobb mindig az, hogyha kiválasztasz egy nagyjából olyan stratégiát, ami neked valamiért tetszik, ami valamiért téged megfogott, és azt a stratégiát megpróbálod a saját képedre csiszolni. Idővel meg majd ki fogsz magadnak találni egy saját stratégiát, és az lesz az, amivel igazán sikeresen tudsz kereskedni. Tehát az igazán sikeres kereskedőknek a nagy része az nem hozott stratégiával dolgozik, hanem játszik egyszerűen a csártokon, játszik a demószámlákkal, stb., és idővel kitalál magának egy olyan stratégiát, ami tényleg egy az egybe az ő lelkivilágához van idomítva, és akkor szokott hirtelen nagyon megugrani a sikeresség faktora az embernek. Jó, akkor skalpolásnál hány instrumentumot figyeltél? Négyet. Négy instrumentumot figyeltem. Euró-USD-t, USD-japán jent, USD-kanadai dollárt és GBP-USD-t. Tehát ezzel a négyel skalpoltam, amikor skalpoltam. Most viszont ezzel szemben, ugye mióta ezt a hosszú távú kereskedést folytatom most már több éve, nálam nagyon sok csárt, tehát nálam ilyen 30-40 csárt szokott nyitva lenni. Úgyhogy ez egy teljesen más gondolkodásmód. Skalpolni nem tudsz egyszerre olyan sok párom. Én általában egy képernyővel dolgoztam. Volt sok, amikor két képernyőt használtam, de én jobban szeretem azt, amikor egy képernyőről dolgozom, és egy képernyőn úgy, hogy ott még relevánsan észlelhesd a jeleket, maximum négy csártot tudsz ugye elhelyezni, tehát ugye akkor volt az, hogy ilyen picire elhelyeztem a csártokat, tehát ugye gyakorlatilag, hogyha megnézitek, körülbelül négy csárt fél el így a metán egymás mellett, úgy, hogy valóban lássatok is belőle valamit, most csak ilyen nagyon tessék-lássék módon helyezgetem el nektek ezeket a csártokat, régebben szépen odafigyelve elhelyeztem őket, de azért azt hiszem a lényeget azt így bőven látjátok, hogy hát négynél több csártot azt már eléggé nehézkesen lehet úgy elhelyezni, hogy ott tényleg bármiféle jelet is észleljél, mert ugye különben nem fogod észlelni a jeleket. Tehát nagyjából ez az a kapacitás, amit el lehet helyezni egy darab képernyőn, hogyha több képernyőd van, akkor nézhetsz többet is. Mondjuk 5 perces csárton szokott lenni naponta egy olyan 3 és 6 jel között, attól függ, hogy milyen párról beszélgetünk. 15 perces csárton ugye egy olyan 1-2 igazán tuti jel van, akkor mondjuk, ha két képernyőt nézel, akkor lehet akár például egy 8 csártot is figyelni, és akkor azért azt tudod figyelni, megkezelni. Jó, amilyen időt mutat a gépem, annál 1 órával többet mutat a piacfigyelő, viszont Londonban még 1 órával korábban a mi időnkhöz képest. Melyik a valós kezelési kereskedési idő?
kezdési kereskedési idő. Ugye itt szerveridő van, tehát ez attól függ, hogy a szerver hol helyezkedik el, azt fogja a MetaTrader mutatni, amit a szerver ideje mutat, viszont azzal, hogy éppen hány órát mutat, azzal ne foglalkozzatok. Nekem volt például régebben olyan broker cégem, ami Új-Zélandon volt, az egy ilyen teljes eltérés volt, tehát ott én néha állandóan meg voltam zavarodva, és akkor egy idő után nem figyeltem. Tehát, hogyha megnéztek bárhol másút egy órás vagy egy 15 perces chartot, ugyanezt a képet fogjátok látni, tehát mindig a képre figyeljetek, és ne az időre. Az idő az csak az idő eltolódás. Ugye Londonban van a központunk, a szerver az nem feltétlenül van Londonban, tehát ennyi. Jó? Tehát itt erre figyeljetek. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a kép, amit láttok, az az éppen aktuális piaci mozgást mutatja. Jó, és akkor itt még látok egy kérdést. Lesz valamikor olyan webinár, amikor különböző stratégiák lesznek bemutatva? Webinárium nem hinném, hogy lesz, szeminárium az elképzelhető, de ahogy mondtam, igazából én nem annyira a stratégiák híve vagyok, hanem tényleg inkább ilyen szabályrendszerek vagy gondolkodásmódnak a híve vagyok. Például az előző szeminárium sorozat, az előző szeminárium sorozatnál ott is több különböző stratégiát, amivel én kereskedtem, bemutattam, volt, amit megnéztünk, illetve tervezek majd haladó tanfolyamot is, ott még több stratégiát meg tudunk nézni, minden további nélkül, de ezek azt gondolom, hogy már csak az tényleg egy haladóbb szint, illetve tényleg csak olyanoknak, akik például már az alap szemináriumot végigjárták, vagy azért már régebb óta kereskedőink, tehát ezek ilyen szeminárium formában is így lesznek majd a későbbiekben. Tehát egyelőre ezt tudom rámondani. Jó, hát most ugye egy kicsit elfogytak a kérdéseitek. Én azt szeretném, hogyha még van valakinek kérdése, akkor az legyen kedves és tegye föl bármivel kapcsolatba. Jó, itt a skalpolás előtt kb. 4 órás chartról indítottad az elemzést? Nem, havi grafikonról indítottam az elemzést. Tehát én mindig onnan szoktam, én mindig a lehető legnagyobb időtávról indulok el, és onnan lépegetek kisebb időtávokra. Tehát én soha nem szoktam az elemzést mondjuk 4 órás csárton kezdeni. Hogyha valaki skalpol, akkor persze mondhatnám azt, hogy irreleváns az, hogy túl hosszú távú grafikonokat nézegessen, de azért én akkor is azt javaslom, hogy igenis rajzoljátok be ezeket a különböző hosszú távú elemzéseket, csupán azért, mert amikor egyszer csak meg fog valamiért állni vagy fordulni az árfolyam, és nem fogjátok érteni, hogy miért, akkor hogyha utána átváltatok egy nagyobb időtávra, akkor általában rá fogtok jönni, hogy miért történt az, ami történt. Tehát nem árt, hogyha ezekbe vannak rajzolva az embernek, még akkor is, hogyha rövidebb időtávokon kereskedik. Még esetleg kérdés. Korrekciókat mivel szoktam vizsgálni? Fibo-szintekkel? Igen, általában Fibo-szintekkel szoktam mindig a korrekciókat nézni, tehát gyakorlatilag ugye az utolsó meglévő trendre szoktam felhúzni a Fibo-szinteket, és gyakorlatilag abból nézem az ellenirányú mozgásokat, tehát nekem az a legideálisabb, de természetesen az előző csúcsok és völgyek azok mindig tudnak támasz ellenállásként működni, tehát azért ezekre is oda szoktam figyelni. Egész számokat mennyire veszed figyelembe? Figyelembe szoktam venni, mert az emberi agy az olyan, hogy szereti az egész meg a kerek számokat, viszont erre azt tudom mondani, hogy egy pár évvel ezelőtt még szerintem sokkal inkább fontosak voltak a kerek számok. Mostanában valahogy egy kicsit olyan, nem is tudom mi a jó szó rá, olyan slendriánabb a piac, tehát mostanában kevésbé szoktak komolyan venni ezeket az egész számokat. Azért mondjuk a
a nagyon kerek számok, meg az ilyen paritás közeli állapotok, meg stb. Azért az mindig komoly szintek lesznek, tehát arra oda lehet figyelni. De kevésbé lehet őket komolyan venni, mint ahogy régebben lehetett őket. Oké. Az aranynál a legeslegutolsó szám változása felel meg egy pipnek, ma egész délelőtt ezt számolgattam. Jó, hát akkor erre azt tudom mondani, hogy el kéne jönned Zoltán az egyik szemináriumomra, mert ott eléggé hosszú időt töltünk azzal, hogy megtanuljuk a pontosan a pipeket számolni. Tényleg amúgy ez egy költői kérdés, úgy közületek. Hányan tudtok számolni konkrétan, hogy mondjuk egy pip elmozdulás az plusz-minusz mennyi nyerességet, veszteséget szokott okozni, tehát nem pip kalkulátorral, hanem így fejből, csuklóból tudjátok ezeket a dolgokat számolni, ezeken gondolkodjatok el, ezeket nagyon jó tudni, tehát ezek fontosak számunkra, hogy ezeket a dolgokat tudjátok, jó? Tehát ezeket kell tudnunk, és én erre mindig elég komoly hangsúlyt fektetek, hogy megtanuljunk számolni, mert az a tapasztalatom, hogy amikor az ember igazán kereskedik, akkor előbb-utóbb mindig szokott egy-egy necces szituációba belefutni, és a necces szituáció az pont arról szól, hogy nincs időd pipkalkulátorral szütyögni, tehát ott vagy tudsz lépni, mert csuklóból tudod, hogy mit kell csinálnod, vagy nem tudsz lépni, és akkor bajba leszel. Tehát ezek fontos dolgok, de a legfontosabb, amit tudok neked mondani, hogy a pip az mindig az ötödik számjegy szokott lenni. Jó? Előről számolva mindig az ötödik számjegy. Tehát jelen esetben, ugye itt, hogyha itt nézzük, akkor mondjuk nézzük a mostanit, akkor itt a hármas vagy kettes, tehát a közvetlen a tizedes vesző utáni szám az a pip. Jó? Utána van a pipetta, illetve a még kisebb, tehát így gyakorlatilag így kell számolni, jó? Tehát a tizedes pont után van az aranynál a pip. Jó? Sztohasztikot milyen indikátorral együtt szoktad alkalmazni, és milyen időtávú grafikonon? Nekem a sztohasztiknak van egy saját beállítása, amit én szoktam alkalmazni. Egyszerűen semmi komolyabb indokom nincsen, mint hogy én állandóan próbálgattam és játszottam a chartokkal, és egyszer csak találtam egy beállítást, ami valamilyen nekem nagyon megtetszett, és nagyon jól működött. Én azzal szoktam a sztohasztikot használni. Ez például szintén szeminárium téma. Minden időtávon alkalmazható. Annó én a 15 perces kalkolásomra találtam ki ezt a beállítást, viszont jelen esetben is ez az egyetlen olyan indikátor, amit állandóan szoktam használni a 4 órás és órás grafikonomon is, tehát valamiért mi ezzel a beállítással, ezzel az indikátorral egymásba szerettünk, úgyhogy én ezt szoktam alkalmazni, ezt a bizonyos sztohasztikot. Mivel szoktam együtt használni? Leggyakrabban eresivel szoktam használni, tehát az a leggyakoribb. Az RSI az szintén mondom, ugye a túlvett, túladott állapot helyzeteket szokta megmutatni, amúgy a sztohasztik is a túlvett, túladott állapotokat mutatja, tehát azért hasonló a jelzésük. Amit még néha szoktam használni, az az ADX, az Average Directional Movement Index, ami ugye a kitörést mutatja, tehát ez nem a trendnek az irányát szokta mutatni, hanem a kitörést szokta megmutatni számunkra. Skalkoláshoz például tudjátok a Bollinger szalagokat használni, az is egy igen jó indikátor, illetve én még szoktam például az ATR, tehát az Average True Range nevezetű indikátort használni, az pedig megmutatja azt, hogy egy átlag csárton, egy átlag gyertyanagyság az körülbelül hány pipes, ami ugye fontos, mert például különböző stratégiáknál az egy fontos dolog, hogy mondjuk általában egy jelzés például egy vagy két gyertya, vagy x gyertya erejéig tud nekünk jelet adni, és akkor ez az ATR-ből számítható eléggé jól, hogy ez körülbelül mekkora távot is jelent. Jó? Itt olvasom.
hogy 40 pipre tettem a stoppomat, és például 0,1-ről felment 0,5-re, és már le is zárta. Igen, mert nem 40 pipre tetted a stoppodat. Hát mert sokkal kisebbre tetted a stoppodat. Ugye az aranynál nehezebb a számítás, tehát ott egy picikét nehezebb a számolása ennek a pipnek, de mondom, amit vegyetek figyelembe, tudjátok mit, az a legegyszerűbb, hogyha pillanatra ezt itt behozom nektek. Jó, ezt a pip számolást, ezt szépen megnézzük. Ez amúgy az én tankönyvem. Pillanat, mindjárt itt is vagyunk. Jó, tehát itt van a pip. Itt is jelent ez. Ugye az egy pip az egy pontot jelöl, ez az egységnyi elmozdulás, mindig az ötödik számjegy. Tehát ugye ezt számoljátok, mindig a tizedes pontot felejtsétek el. Ugye nézzétek meg, hogy például ugye a euro dollárnál ugye itt van, hogy az ötödik számjegy, tehát hogy mit is jelent. Itt van az USD HUF, ahol máshol van, tehát akkor itt ezt jelenti a pipet. Vannak olyanok, ahol viszont például csak négy jegy van kiírva. Nálunk itt az Admirálnál, mert nincs ilyen, de azért több helyen előfordul, akkor ezzel úgy kell gondolkodni, mint hogyha egy nullát elé raknátok. Jó? Tehát így számoljátok, mindig az ötödik számjegy az a pip. Jó? Tehát ezzel tudtok innentől fogva kalkulálni. Jó? Tehát ez az alapszabálya a pip számolásoknak. Jó, és akkor nagyjából az időnk végéhez értünk, úgyhogy még azt kérem, hogy senki többet harmadszor, de aki még most feltesz egy kérdést, arra még szívesen válaszolok. Nem tudom, hogy esetleg van-e még valaki. Most éppen nem látom, hogy valaki írná a kérdését. Jó, hát akkor én nagyjából azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani nektek a mai napra. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok velem, így ezen az esti órákon. És akkor még egy pár apróság, amit szeretnék megmutatni, tehát akkor még egyszer mondom, ugye a tanfolyamokra itt tudtok a weblapon keresztül jelentkezni, vagy tudtok nekem írni például egy e-mailt, én beírom a mindannyiatoknak az e-mail címemet. Pillanat. Jó, remélem megjelenik mindenkinél az e-mail címem, tehát katalin.weber@admiralmarkets.com az én e-mail címem, aki szeretne jelentkezni tanfolyamokra, akkor az akár így a weblapon keresztül is meg tudja tenni, akár nálam e-mailben meg tudja tenni. A másik pedig, hogy ugye a legtöbb dolog, amiről tartunk előadást, az mind itt fönt van a weblapon, bocsánat, nem weblapon, a YouTube csatornánkon, tehát ugye van magyar nyelvi YouTube csatornánk, és nézzétek meg, hogy például ugye fönt vannak a piacelemzések mindig, fönt van a múlt heti, illetve két héttel ezelőtti Schaefer Mayer szeminárium, most már magyarul is fönt van, illetve találtok olyanokat, ugye, akik még az elején tartanak, és például nem tudják pontosan, hogy hogy nyissanak számlát, hogy kezdjenek el kereskedni. Ugye nagyon remélem, hogy tényleg már mindannyian elkezdtetek legalább demószámlán kereskedni. Aki nem tette meg, azért az mondom, demószámlán legalább próbáljátok meg, ugye, meg hát aztán legalább egy kisebb éles számlával megéri az embernek esélyt adni magának. És ugye akkor itt van egy olyan csomag, hogyha megnézitek, itt van ez a library, ez a könyvtár, hogy hogyan csináljam, tehát csináltam egy ilyen kis hogyan csomagocskát, mert azt láttam, hogy sokan itt ilyen problémákba ütköztök, hogyan nyissuk meg a demószámlát, hogyan nyissunk kereskedési számlát, hogyan telepítsük fel a MetaTradert, hogyan telepítsük fel a Supreme-et, hogyan helyezzünk el egy kötést, milyen eszközeink vannak, stb., akkor ezekbe bele tudtok nézni, és akkor ezek a kis videók is fognak majd titeket segíteni abba, hogy könnyebben el tudjatok indulni az elején.
Itt még jött egy kérdés, hogy a demószámla 30 napon túl is használható. Igen, bármeddig tudod a demószámládat használni, amíg használod, tehát amíg él és amíg vannak rajta kereskedések, addig nem fogják megszüntetni a demószámládat. Nekem is van olyan demószámlám, ami több mint fél éve működik például, mert ugye folyamatosan szoktam rajta kötéseket elhelyezni, úgyhogy minden további nélkül tudjátok sokáig használni. Jó, hát köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, örülök, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb jövő csütörtökön, nem jövő csütörtökön, ezen a héten csütörtökön, várlak titeket reggel 9:30-kor majd a szokásos reggeli piacelemzéssel. Sziasztok, és szép estét kívánok mindenkinek!